Na hát sziasztok! Ismételten visszatérünk most a vélogokkal, amit ugye ti uh, kérvényeztetek korábban, vagy mondtátok, hogy van rá nagy igény. Úgyhogy uh, úgy döntöttem, hogy jól van, akkor ha van olyan meccs, amit tényleg érdemes átnézni, akkor arról csinálunk is majd ilyen vélogot. Uh, és akkor most a második héten, az eleci második hetén a Rúg elleni meccsünkre esett a választásom. Ugye egy kicsit gyorsan, hogyha visszatekintünk, az első hét ez egy szuper hét volt, ott uh, szerintem elég stabil meccseink voltak, jól játszottunk. Uh, hogyha volt egy kis instabilitás, az maximum annak köszönhető, hogy uh, még nem voltunk hozzászokva. Uh, ismételten az, hogy színpadon játszunk, de ez mérten ugye 2-1-el zártuk a hetet, ami elég jó. Főleg hogy a vereség az a G2 ellen volt, aki egyértelműen a legerősebb csapatnak tűnik most. Uh, az alapszakasz során, úgyhogy szerintem ez teljes mértékben elfogadható és jó eredménynek számít. Ugye a második héten pedig az SK és a Rogue ellen játszottunk, az SK ellen győzelem, a Rogue ellen pedig vereség. Na már most azért érek ki erre a Rogue meccsre, mert teljes mértékben úgy éreztem, hogy kontrollban voltunk, mi irányítottuk a játékot, és emiatt ez is győzelemnek kellett volna, hogy legyen, de olyan kis alaphibákat vétettünk, ami végül ahhoz vezetett, hogy, hogy vereség lett. És akkor ezért szeretnék ebben a meccsben most kicsit részletesebben belemenni, mert szerintem ebből sokat lehet tanulni. <kül> Úgyhogy akkor térjünk is ki egy kicsit a draftra részletesebben. Ugye a mi draftunk az az volt, hogy on top lane, Lilia jungle, jó, ne mid lane, Seraphim pike bot. Na már most ezt a Serafint ezt ugye beloptuk tőlük, úgymond, mert ez nagyon jó hős lett volna a számokra is, illetve amikor jó nem itt játszunk, akkor fontosnak tartjuk, hogy AP botlénünk legyen. Na már most, hogyha ezt a kompozíciót megnézzük, ugye kicsit uh, ilyen mágikus sebzés irányultabb ez a komp, tehát uh, több a mágikus sebzés, mint a fizikális sebzés, és a pálykot azt annyira nem nevezhetjük egy ilyen extrém fizikális sebzés, sebzés hősnek, mert ugye... Abból él, hogy a fajtokba az útjával uh, igazából uh, befejezi a killeket, tehát ő nem, nem, nem úgy van, hogy a fight közepében ott rengeteg fizikális sebzést oszt ki, hanem hogy fightok -ok, végén, uh, vagy fightok -ok közben, hogyha valaki nagyon kevés HP, és akkor azokat gyorsan befejezi. Tehát itt a fő sebző, fő fizikális sebző az a jó ne ebben a kompozícióban. És uh, ugye itt többen is említették, vagy írták, hogy ez a kompozíció ez nem volt annyira jó, mert nem volt elég sebzésünk, de ez igazából abból adódott, hogy mi nem játszottuk meg jól magát a kompozíciót a játékon belül. Tehát a, amikor egy olyan hősöd van, aki ilyen rengeteg fizikális sebzést tud ki, kiosztani, akkor nagyon fontos, hogy ilyenkor az erőforrásokat a játékon belül ennek a hősnek adod. Tehát oké, okay, ezt jó Jónit, ezt nagyon össz, rengeteg minion vévet kell neki adni, mindig olyan szituációkat kialakítani, ahol a Jóne vont középpontba, és ő az erős hős. És ezt a játékon belül nem tettük meg. Ez, e, ebben részletesebben még mindjárt bele is megyünk majd. De ezen kívül szerintem ami még hiba volt, az az, hogy a teamfightokat nem erőltettük rá az ellenfélre. Tehát, hogyha előnybe vagy, akkor ez nagyon fontos. És erre mutatok is majd mindjárt példát. Tehát akkor ugorjunk kis bele egy YouTube klipbe. Még hozzá ott, amikor. Rook csinált egy playt rajtunk toppon, és ezt nagyon szépen megfordítottuk. John óriási óriás playeket csinált, és az ő segítségével sikerült végül is jó pár killt még beszednünk, jó pár extra killt, és onnantól fogva pedig teljes mértékben kontrollálhattuk volna a meccset. És hogy ezt hogyan kellett volna megtenni, ebbe ugorjunk is akkor bele ugye itt van ez a szituáció, az ellenfél csinál ránk egy play toppon, most éppen meg, megöljük őket, ezeket itt lecsézeljük, Jonkun óriási play csinál, és befejezi mindkettőt pálykultival. Na már most alapvetően egy elég erős teamfight kompozíciónk van, tehát uh, itt fontos észben tartani azt, hogy ha előnybe kerülsz egy teamfight kompozícióval, akkor az nagyon fontos, hogy az bármilyen objektívet kezd el az ellenfél, akkor menj oda te is, és küzdj meg érte. Tehát jelenleg elértük az item power spike lehet látni ugye, hogy Sunfire, Liandri, Immortal Shield Bow, itt meg uh, Mythical a Seraphinon is, és jában az ellenfélnek is uh, meg ez az item power spike -ja. Jelenleg a mi kompozíciónk az a játék ezen fázisában erősebb, mint az övéké. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy nem adunk nekik teret, nem engedjük őket például ezt a herádot elvinni, hanem hogyha az ellenfél rá akar menni a Herádra, hiába van egy 30 a sárkányig, ami ugye egy gyűzelmi kondíció nekünk, hogy sárkányokat sztekkelni, negyedik sárkánynál megharcolni, stb. stb. többi. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy semmilyen teret nem szabad nekik adni. Végig kontrollálni a meccset, objektívre rámegy az ellenfél, megküzdeni velük, elvinni az objektívet. Tehát itt ez az első hiba, amit csináltunk, hogy nem álltunk készen erre, hogy megküzdjünk az ellenféllel. Tehát lehet látni, hogy a Lili a boton van, én is éppen az ornalmos botra megyek le, a Pike recall -ol. tehát nem volt meg ez a csapat koordináció, hogy oké, okay, most ezt a midwave-et elvisszük, de még a következő midwave se lenne egyébként késő, tehát a következő midwave-re kruppolunk négyen, elvisszük a midwave-et, bemenjünk a Herádra, ki, kiűzzük onnan a bukongot, akkor ezzel is uh, igazából kontrollálhattuk volna tovább a meccset. Tehát ugye itt említettem, hogy a jóninak nagyon sok erőforrást kell adni, hát ezt itt most nem tettük meg. Tehát a jó az a gyenge oldalunká vált, pedig neki kéne az erős oldalnak lenni. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy a Jóne az a főkerje kompozícióba, tehát neki kell segíteni. És hogyha valakinek fel kell adni valamilyen erőforrást, akkor az valószínűleg az Orn vagy a Seraphine lesz. Tehát prioritizálni kell azt, hogy a Jóne legyen a legerősebb a csapaton belül, neki legyen szintelőnye, tehát level 13, level 14 legyen, amikor az ellenfél ilyen 12-13-as. itt ezt a herádat adtuk ingyen, és innentől nagyon lassan játszottuk a játékot, mert egy ilyen defensív stílust kellett adaptálnunk, ahol mindig arra kellett vigyázni, hogyha valamilyen play csinálunk a pálya egyik oldalán, akkor az ellenfél hogy a heráldal a másik oldalon több tornyot szedjen, szedjen le. Tehát itt nagyon óvatosan kellett utána játszani, ami nem volt jó a kompozíciónkkal. Tehát mi kontrollba voltunk, ezt a kontroll most valamilyen szinten emiatt el is vesztettük. Tehát ez lett volna az első szituáció, ahol nagyon fontos lett volna, hogy ott legyünk, fejben és mentálisan a meccsben, és akkor oké, okay, nem adunk semmit az ellenfélnek, mindent el kell vinni, hogyha az ellenfél egy play csinál, akkor ott nekünk ott kell lenni és megharcolni érte. Tehát ez nagyon fontos lett volna. Ezt most itt elrontottuk, de ezen kívül is adódott még lehetőség, hogy a meccset magát megnyerjük, és ez a lehetőség ugye a negyedik sárkány harcnál érkezett el. Tehát az volt a szituáció, három sárkányt elvittünk. Éppen érkezik a negyedik sárkány, tehát Dragon Soul-ról van szó, az ellenfél meg fog érte harcolni. És uh, maga a setupunk az itt nagyon jó volt ezen a meccsen. Tehát ez ennél a sárkánynál is, ugye itt lehet látni, hogy 9 másodperc a sárkányig, ez az ellenfél vision amit éppen láttok, mininárjuk van, tehát ez is nagyon fontos, hogy mininár. Tehát hogyha nincs meg nárja az ellenfélnek, akkor nem tud alapból harcolni, és ezt mi játékon belül is és észre is vettük, hogy mininárról van szó. Tehát itt nagyon fontos lett volna, hogy itt tartani a kontrollt. Tehát milyen volt az egész ö, folyóvision, mi voltunk itt elsőként. Tehát ilyenkor az ellenfelet nem szabad beengedni, ö, csak úgy, hogy, ö, hogy besétáljanak. Márpedig mi ezt itt megtettük sajnos. Tehát ugye itt kontrolláljuk magát a zónát, és itt például, hogyha ez a szoraka itt ö, rosszul lép fel, vagy itt megpróbálnak ezen a csókon keresztül bejönni, akkor ilyenkor rá, já, rájuk lehet ingécselni, és nagyon jó szituációkat lehet találni. Tehát itt ez nagyon fontos lett volna, hogy állni a sarat, ez az első de oké, okay, tegyük fel, hogy nem álltuk a sarat, beengedtük őket. Akkor még itt is van lehetőség egyébként nyerni. Tehát itt teljes mértékben a fightra kellett volna rákon rákoncentrálnunk, és ezt nem tettük meg csapatként, nem voltunk egy oldalon, tehát lehet majd látni, én az Orn Ultimat arra fogom használni, hogy megpróbálni a sárkányt szekjúrolni. Tehát itt megpróbáltam a Vukonra ráultizni, és akkor mondtam, hogy a sárkányt finiseljük, de ez egy rossz terv volt a részemről. Közben Dajor beugrott, elvesztett rengeteg HP-t, szerkszer áúciott a Vukongra, tehát rengeteg képességet, az összes képességünket igazából rosszul használtuk el. És hiába talált el Kobe egy ilyen rendkívül jó Seraphin ultit, tehát itt már kifogytunk a damage mert mindenki elhasználta az ultiát korábban, a Jóninak meg nem volt elég HP, hogy be tudjam menni a teamfight közepébe, és rögtön el kellett használni a stopwatch -át. És ezután ugye nem csak az, hogy elvesztettük a fajtot, elvitték a sárkányt, hanem ezután még a nasort is elviszik, tehát uh, onnantól, amikor ezek itt mind megtörténtek, akkor onnantól szinte játszhatlanná vált a meccs, és teljes mértékben Rogue volt kontrollban, outszkeleltek minket, a June, aki alapvetően a mi legerősebb kering kellett volna, hogy legyen, ő hátrányba került, és innentől tényleg csak futottunk a meccs után. Tehát ez lett volna nagyon fontos ezen a meccsen és szerintem ezt a tanulságot tudjuk leszűrni most ebből a meccsből, hogy amikor erősebb vagy, akkor tényleg harcolni kell az ellenféle, nem szabad semmit feladni ingyen, meg kell velük küzdeni, számonöröket kiszedni, tornyokat prezsörözni, tájvolni, tehát tényleg muszáj kontrollba tartani a meccset, és nem szabad ezt kiadni a kezünkből. Tehát szerintem ez egy jó lecke volt számunkra mindenképpen. Tehát nagyon jól kezdtünk, de hibázgattunk utána, de hogyha ezeket kicsit tökéletesítjük, akkor lehet látni, hogy ilyen csapatok is, mint a Rogue, aki az előző szezonban ugye döntős volt, ezeket is simán meg lehet fogni. Tehát az ilyen előnyt azt, azt simán győzelemmé lehet kovácsolni. Úgyhogy kíváncsian várom majd, hogy a jövő hétre sikerül-e ebből, vagy valami hasonló szituációba kerülnünk. Ugye az ellenfelek az a fanatik és a vitality lesz, tehát kemény ellenfelek lesznek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hasonló szituációk előfordulhatnak, hogyha előnybe kerülünk, és akkor tényleg ezeket rendesen ki tudjuk majd használni. Tehát én bízom ebben, és remélem, hogy jó eredményekkel fogjuk zárni a következő hetet. Köszönöm szépen, hogy néztetek, aztán majd vélogokkal még jelentkezünk a következő hetekben is. Úgyhogy a 3-2-es kezdés az jó, de lehetne jobb is, úgyhogy Igyekszünk majd a következő hetekben még több gyűzelmet besepálni. Sziasztok!